Egy éve nagy árat fizetett a Kiev térségében zajló orosz offenzíva idején Irpin, az ukrán főváros kapuja. Azóta sok minden megváltozott, és lassan itt is újraindul az élet. A város könyvtára az ukránok ellenállásának szimbóluma. A megszállás alatt sok lövedék találta el, de a sérüléseket helyreállították. Az intézmény a megszállás óta az itt lakók menedék lett, mára pedig a közösség találkozó helyévé vált, miközben sokan innen dolgoznak. A könyvtár vezetője büszke az eredményeikre. Létrehoztunk egy közösségi munkavégzésre alkalmas teret. Itt minden ingyenes, az embereknek nem kell fizetniük az internet hozzáférésért, de díjmentes a helyiség, a világítás, a fűtés és minden egyéb is. Ez nagy segítség nekik. Ebben a nehéz helyzetben az elektromos áram nagy kincs. Nekem pedig olyan helyre kell mennem, ahol feltölthetem a laptopomat és dolgozhatok, ezért jövök el ide. Nagyon fontos kezdeményezés az, ami támogatja az ukrán gazdaságot is. Én pedig pénzt keresek és itthon költöm el. A hadseregnek is adományozok, ez is része az ellenállásnak, mondja egy helyi lakos. <coughs> Az ellenállás a kultúrában is megjelenik, teszi hozzá a könyvtárigazgató. Ez a hely a közösség spirituális központja, ahol beszélgetünk az emberekkel, vagy segítünk nekik könyvet választani. A könyvek pszichológiai segítséget is nyújtanak. Ez tulajdonképpen egyfajta könyvterápia. Elterelhető vele az emberek figyelme. Emellett ez is egy módja annak, hogy új dolgokat tanuljunk. Az összes orosz könyvet eltávolították a polcokról. Van ukrán irodalmunk, hogy megismerjük a történelmünket, a művészetünket, teszi hozzá az igazgató. A könyvtárban szakmai műhelyeket, gyerekeknek szánt programokat, illetve pszichológiai foglalkozásokat szerveznek. A munkák közül, amiket ebben a könyvtárban végzel, mi a legfontosabb számodra? A könyvtár a tudás temploma, a tudomány temploma, a lélek patikája. Itt mindenki felmelegedhet, pihenhet, feltöltődhet, dolgozhat, kölcsönözhet egy jó könyvet, részt vehet egy tanfolyamon vagy könyvbemutatón. Minden megtalálható itt, ami a szellemiségünket alkotja. Itt mindenki megnyugtathatja a lelkét. Ukrajnáról is beszélünk, és elmondjuk, hogy az ország nyerni fog. Csendes pillanatokat tartunk, hogy megemlékezzünk az ukrán hősökről és Ukrajna dicsőségéről. Most össze kell fognunk, egyesülnünk, és támogatnunk kell egymást minden lehetséges módon.